Tessék, azt mondom, hogy vetkőzem le! Bocsánat, hogy
két percen belül nem jön utánam, akkor haza is mehet. Milyen különleten lenni, ha bukik valakire? Jó esély! Mit akar itt azzal az izével? Iván Bosszok! Mi van a hittem tanács? Ne, én a tényleg! Maga egy vasra, amit én rögtön nézek! Nem csináltam semmit, én csak egy nyulacska voltam! Szerencsém idejében jöttem és mindent hallottam. Szükségem van nekem erre. Se pénz, se vacsora. És még a gyilkomomat is elvesztem benne. Nem szekalad család. Maga innen el fog menni. És ne képzeli azt, hogy a feleségem szereti magát. Csak hallottam volna, hogyan én mit ad kísérletezni. Ez csak azért van, mert ő írónő, és a hűtlenséget akarta magával átélni. Aki átél, az élhet még is. Nem, barátom, ide figyeljenek, vannak írók, gyalog mennek. Ti benne? Hát a turisták. Figyeljenek, vannak, akik befeszednek a járványkórházba. Nem akarja bebeszélni nekem, hogy a felesége nem a szobába, hanem a járványkórházba hívott. Figyeljen ide, ember. Egy angol író, aki az erdőről a fedén írt, elment egy éli favágón. Hát ő szeretni akarta maga, de csak úgy ült a fát vágna. Maga az összeegyre nulla, nem tekintje maga másnak, mint egy faragatlan embernek. Egy tuskóra. No és? A favágásra nem kell tuskó. Ugyan itt, takarodjon innen, majd én bevegyek a kocsit. Maga itt a vadzered embertől, akivel a felesége bejárhoznak a kiadó céget. Azzal a felesége biztosan nem csak átél, hanem az egész ABC-t. Nyugodjon meg, azzal az ember, hogy is végezni fog. Ha azt találta volna itt, azt agyon verem. De én most bemegyek, de ha kijövök, és itt találom, akkor ne gyere oda, mert jövök. Aha, öngyújtó, mit jön a fiát? Mondja, hallom, nekem itt száz pendő volt, tudod le. Jó. Tessék, de most már tagadjon. Bementem, járványkórházba. Hol lehet a gomba? Csak feküdj el, máska, majd én meglepem a sárgos asszát. Vigyázz arra, itt pedig itt maga is! Hallja meg, amit keres! Maga az jó madár! Micsoda? Végszerencse, hogy velem találkozott, és nem a férjed, de egyet mondhatok magának. Nem, szorjon innen, mert megjött a férj! Megőrülök. Mit keres maga itt? Egyelőre 100 pengőt. Nem hisz, hogy vacsorát is kapok. Mondtam, hogy menjen innen. Megjött a férj. Micsoda férj és kicsoda maga? Hát így vagyok a nyulacska, de maga tűnjön el. Azonnal magyarázza meg nekem, hogy mit keres itt. Ja. Neki a bajom maga szerencsétlen. Ha az a korom ember meghallja, agyon veri magát. A maga bolond, hát én itt lakom. Szóval akkor arra menjen. Hát mit gondol, mi van ott a népgyűlés? Azonnal engedjen, elengedjen, különben nagyon lövök magát! Engem, ezt a tűzöt már ismered? Én nem gondolom. Segítséget, egy őrült van a lakásomban! Mi van itt? Rozsó, hát ha maga itt van, akkor ki van? Ki van oda bent, Jézus már? Mi az ülés? Most jön a harakiri. Nézze, uram, mindent meg fog magyarázni. A felesége engem szeret, csak az vállalhatott a magához. Igaz, kiré? A részletek nem érdekelnek, többit majd megbeszélik az ügyvédeit. Ez nem volt szép magától, István, ez igazán nem volt szép magától. Mondja, kedves!